estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Zsíros András vagyok. Meséket író általános iskolásokat díjaztak a Munkácsy Mihály Múzeum kamara termében. A Fekete István meseíró pályázaton indulóknak a víziállatokról kellett mesét fogalmazniuk. De jó volna érteni az állatok nyelvén. Sajnos ez nem lehetséges. Liszi Melinda, a Jókai Színház színművésze olvasta fel a győztes mesét a Fekete István meseíró pályázat eredményhirdetésén. A művet Marik Zsombor, a Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskola 6. osztályos tanulója írta. A meséjében arra hívja fel a figyelmet, hogy az embereknek közelebb kellene kerülniük az állatokhoz. A történetet a tanárnője biztatására vetette papírra. Ezért az egyik órán mindenki írt egyet, és aztán később fejeztem be otthon, és először nagyon sok lett, aztán átírtam, mert nem tetszett, és aztán egy kicsit átvariáltam az egész történetet. A felkészítő pedagógus Kisné Adamik Veronika külön díjat vehetett át, hiszen a beérkező 18 pályamű közül 12 az ő tanítványainak tollából született. A tanárnő próbálja ösztönözni a diákokat a meseírásra. Elmondta, folyamatosan indulnak hasonló pályázatokon, amelyeken szép eredményeket érnek el. A díjak azok érkeznek folyamatosan, szerencsére itt is sikeresek voltak, és ez már maga kellő motiváció nekik, hogy sikert érnek el, érdekes dolgokat írnak, nagyon büszkék magukra, amikor visszaolvasom ezeket a történeteket nekik, és nagyon örülnek egymás sikerének is. A meseíró pályázat apropóját az adta, hogy Fekete István a Koppányi Aga testamentumát éppen 80 évvel ezelőtt írta. A feladat az volt, hogy a történetben víziállatnak is szerepelnie kell. Így a mesék szereplői főként halak, vidrák, tiszavirágok voltak, valamint az ötleteiket a saját életükből merítették. A zsűri nehezen döntött, de az első három helyezést illetően gyorsan megegyeztek. Írni nem könnyű, nagyon nehéz egy kerek történetet kitalálni. És nem is mindig sikerült, de végülis nem is ez volt az elvárás. Tehát én arra gondolok, hogy a legtöbb, amit nyújthatott ez a pályázat, hogy író emberekké váljanak a gyerekek. A gyerekek elismerő oklevelet kaptak a háromtagú zsűritől. Híreinket és műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!